4. A jezsuita rendnek nem csak a katolicizmus külső terjesztésében vannak érdemei, hanem az egész egyháznak a jezsuita szellemben való megújhodásában. És a jezsuita rend nem csak megreformálta, de teljesen hatalmába is kerítette a középkor egyházát, úgyhogy igaz az a mondás, hogy a jezsuita rendet senki sem támadhatja anélkül, hogy meg ne támadná az által a római katolikus egyházat és ismét senki sem támadhatja a római katolikus egyházat anélkül, hogy ezáltal ne támadná meg a jezsuita rendet, a jezsuita szellemet, az egész rendszert. A jezsuita elv ugyan a teljes alárendeltség elve a pápa hatalma alá. A jezsuiták készítették elő, s ők vitték keresztül a pápa csalhatatlanságának tanát, mint az első jelentős lépést a világuralom kiépítésére, Mégis azt lehet mondani, hogy nem egy korszakról, hogy a római katolikus egyháznak tulajdonképpen két pápája van. A látható fehér pápa, a szintén látható, de magát pápának nem nevező fekete pápa, a jezsuita generális. A római katolikus egyház hitforrásának és jelenkori dicsősége fő alapjának tartja a tridenti zsinatot, Mely végleg megakasztotta minden evangelikus gondolatnak behatolását a pápás egyházba, és ezt az egyházat megingathatatlanul teljesen a középkori skolasztikus teológia álláspontjára helyezte. A császár maga helyeselte a zsinat eszméjét, mert azt hitte, hogy egyes engedmények megadása által még a reformáció megakasztható lett volna, és a nagy egyházi szakadás megszüntethető lett volna. A tridenti zsinatot 1545-ben Trident városába hívta össze a pápa. Az első ülésre kevesen gyűltek össze. Minden határozat előtt Rómából jött az utasítás, és ezért mondta a francia követ tréfásan, a szentélek Rómából jön hetenként bőrzsákban, és csodálatos, hogy csak akkor késik, ha az olasz folyó kiáradnak. Azon ürügy alatt, hogy Tridentet a Pest is fenyegeti, 1551-ben áttette a pápa a zsinatot Bolonyába. Ezen az ülésen megjelenik két jezsuita, Lainez, jezsuita generális és társa. Ezek megjelenése döntő jelentőségű volt, nemcsak a tantételek meghozásánál, hanem a pápai diplomácia egész eljárásában. Rövid bolonyai ülésezés és majdnem tíz éves szünet után befejezték a tridenti zsinatot 1563. december 1-én, amikor is átkot kiáltottak a szentotyák minden eretnekre. Megállapították, hogy a szentírással teljesen egyenértékű a hagyomány. Ezen kérdés körül nagy vita támadt, midőn egy uniált görög püspök azt állította, hogy a szentírás magasan áll minden hagyomány felett. Egy olasz püspök megrohanta, és formálisan egymással hajba kaptak. Megállapította a zsinat, hogy az apokrifus ótestamentomi könyvek egyenértékűek a kanonikus könyvekkel. Ezt azért is kellett megállapítani, mert csak az ótestamentumi apokrifus könyvekben találtak némi alapot a purgatóriumról szóló tanításra. A hit által való igazulás tanának megvitatásánál nagy ellentét volt, mert sokan voltak, akik az evangelikus tan felé közeledtek, de ezeket mind luteránusokat, ez volt az ellenzék gúnyneve, lehurrokták. Hiába való volt a nyolc hónapig tartó vita. Első Ferdinánd császár követei által azt kívánta a zsinattól, hogy engedjék meg az úrvacsorának két szín alatt való kiszolgáltatását, és töröljék el a cölibátust, melyet a császár szavai szerint a valóságban igazán alig tart meg száz pap közül egy. És így engedjék meg a papok házasságát. Ezzel úgymond egész vidékek visszatérnek a pápa jogara alá. Úgy a németek, mint a franciák kívánták a nemzeti nyelv érvényesülését a kultuszban. A kolostorok reformját, a nagy egyházi vagyonnal űzött visszaélés megszüntetését. Második Fülöp spanyol király minden a protestánsok felé hajló reformnak ellensége volt, azzal a kijelentéssel, hogy az eretnekeket nem kell megnyerni, hanem kiírtani. De bármi nagy volt az ellenzék, győzni nem bírt mert teljesen érvényesül a jezsuita befolyás, amennyiben az ellenzéket nem tisztán fenyegetéssel, de nagy előnyök ígéretével némították el. Ezen a zsinaton egy protestáns küldöttség is megjelent, hitvallását is benyújtotta. De csak hamar távozott, mivel akkor már elhangzott a protestánsok kiátkozása. A pápai hatalomról a tridenti zsinaton kevés szó esett. Bár a jezsuiták megkísérelték a pápai csalhatatlansági dogma első megalapozását, azzal, hogy a zsinat mondja ki, miszerint a pápa vizsgálat alá nem vonható. Lainez jezsuita generális két óráig tartó beszédet tartott a pápa abszolút hatalma védelmére. Hivatkozott Krisztus imájára és azon szavaira, melyeket Krisztus Péter apostolhoz intézett, azt mondva. Legeltesd juhaidat! Krisztus ezen szavain alapszik Lájnes szerint a hierarchia és a pápa hatalma. A juhok szerinte állatok. Az állatoknak nincsen értelmük, és ezért nincs és nem is lehet részük az egyház kormányzásában. Ezen vakmerő beszéd dacára nem mert a zsinat határozatot hozni a pápa hatalmára vonatkozólag. Az egyház még teljesen nem volt áthatva a a kovásszal. A francia követ a püspökkel egyetemben kijelentette, hogy ha a zsinat meghozza a pápa abszolút hatalmára vonatkozó határozatát, ő nem léphet királya színe elé, sőt, visszatértekor a francia nép kövekkel dobálja meg őt és a püspököket. Amint látjuk, akkor még volt némi önállóság a püspökökben és a népben. Háromszáz év múlva eloszlik minden, és teljes egészében győzedelmeskedik a jezsuita szellem. A tridenti zsinatot nem ismerték el azonnal az összes katolikus hatalmak. Németország általánosan nem fogadta el, sem Franciaország. Második fülöp csak fenntartással. Lengyelország, Portugália és Magyarország teljes egészében elfogadták. A tridenti hitvallást el kell fogadnia minden konvertitának, se hitvallásban minden konvertita hűséget esküszik a pápának. A Tridenti zsinat még nem mondta ki Mária szeplőtlen fogantatásának tanát, csak azt, hogy Mária eredendő bűn nélkül született. A Tridenti zsinat résztvevői számára adott második fülöp nagy táncolatságot, melynek rendezője egy bíbornok volt, és a legkiválóbb kardinálisok táncoltak azon nagy méltósággal. Befejezéseje diadalmas tánc annak a zsinatnak, melyen már kibontja szárnyait a jezuitizmus, hogy teljes erejét érvényesítse a vatikáni zsinaton, mely 1870-ben kimondja a pápa csalhatatlansága tanát. Loyola abból az országból származik, amelyben, mint már említettük, Mária tisztelete majdnem kiszorította a kereszén hit központját, a Jézus Krisztust. Nagyon jól tudjuk, hogy a Szentírás egyetlen szava sem ad alapot a Mária kultuszra. Krisztus a Mária kultuszt határozottan visszautasítja, midőn egy asszony a sokaságból boldognak mondja azt a méhet, amely őt hordozta, és az emlőket, amelyekből szopott. Krisztus egy dicsőítésre azzal válaszol, sőt, inkább boldogok, akik hallgatják az Istennek beszédét, és azt megtartják. Lukács 11. 27, 28 Az apostoloknál és az őskeresztény egyházban szó sincsen a Mária kultuszról. Valószínűleg görög és római pogány befolyásra vette át azt előbb a legalacsonyabb néphit. A reformátorok egyértelműleg elvetették azt, és a romantikus lelkek ezt ma is kárhoztatják, mert úgymond minő gyönyörű poézistől lettek megfosztva a hívők. Megengedjük a poézist, mert anélkül sivár az élet, de ennek a poézisnek nem szabad merőben ellenkeznie az igazsággal. Helyes az a régi evangelikus tanítás, mi Máriát nem imádjuk, de tiszteljük, mint Jézus anyját, mert minden jó anya tiszteletreméltó. A tridenti zsinat szerint sem szabad Máriához imádkozni, csak őt imáikban segélyül hívni. De a gyakorlat mást mutat, s Máriának a katolikus hitben fő szerepe lett. Mária szeplőtlen fogantatása, Mária mennybe menetele, a csalhatatlan pápa és zsinatok szerint megingathatatlan hittételek. Mária megjelenik a hívőknek és csodákat tesz. Neki köszönheti a csodagyógyhely Lourdes is eredetét. De senki sem volt Máriának odaadóbb híve, mint Lojola mikor megtért, a Szent Madonna váltotta fel szívében a harcias lovag Donnáit. Naponként több órán át imádkozott a Szent Szűzhöz. Semmibe sem kezdett, semmire sem gondolt a mennyei királynő segítsége nélkül. A jezsuiták a Mária hitet tartották ellen szerül az eretnekség ellen. Azzal az állítással fanatizálták a népet, hogy a protestánsok, náluk az ország patrónáját, a szentséges szűzanyát gyalázzák, és ki akarják ragadni a nép szívéből. Loyola tanítványainak legnagyobb alkotása a Mária kongregáció. 1563-ban egyes jezsuiták a jezsuita kollégiumok növendékeit egy szövetségbe hozták össze, hogy különleges vallási vezetésben részesítsék, és különösen buzgó Mária tiszteletre buzdítsák. Ezt a kongregációt 13. Gergely pápa 1584. december 5-én megerősítette, mint törzs és anya kongregációját minden másút alapítandó Mária kongregációnak. A jezsuita generális Rómában feje az összes Mária kongregációknak, melyek csak úgy lesznek részesei a pápa által adott búcsúknak és kiváltságoknak, ha bizonyos összeköttetésben vannak a törzs kongregációval. A kongregációba lépők fogadalmat tesznek, mely őket egész életükre kötelezi arra, hogy személyesen megszentesüljenek az Isten Anya különleges tisztelése által, hogy propagandát fognak űzni a szövetség érdekében, és akik nem tartoznak a kongregációhoz, azokat bízhatják arra, hogy hasonló módon tiszteljék a szent szüzet. A kongregáció tagjai kötelesek gyakran áldozni, Lojola gyakorlatait többször ismételni. Ajánlják a kongregácionalistáknak, hogy kiválóan tiszteljék Szent Boromeus, azaz Szent Szalézi Ferencet, és Szent Ligüri Alfonzot. Ligüri a kongregációkra vonatkozólag azt mondta, egy férfiú, aki nem tartozik a kongregációhoz, átlag húszszor annyi bűnt követ el, mint az, aki a kongregáció összejöveteleit szorgalmasan látogatja a kongregációk nem ártatlan Mária kultuszt ápoló egyesületek, mert azok tagjai buzkón imádkoznak az erednekek pusztulásáért. Löffler, jezsuita páter azt mondja a Mária kongregációról. Harcias hangok veszik körül az oltárt, melynek lábánál a kongregációs magát a királynőnek szenteli. Neki minden harcban, minden ellenség ellen, az erednekség ellen is a pokol ellen is régi roham csapatként kell küzdeniük. Az első sorban vált válhoz vetve kell a Szent Egyház mocsoktalan ezer éves birodalmi zászlaja körül sorakozniuk. Ilyen harcias csapatok mellett képzelhetjük, hogy mi kitűnően fenntartható a béke a vegyes vallású tanintézetekben és országokban.